a szélesítések és túlemelések kifuttatását követően, kifuttatás számítását követően most a helyszínrajzi tengely felhasználásával szerkesszük meg a burkolatszélek vonalait. Ehhez töltsük be a helyszínrajzi tengely rajzunkat, amely ugye már leadásra került, és ebből a rajzból távolítsuk el azokat az elemeket, amelyek a szerkesztés zavarnák, ezek főként a méretvonalak. Az eltávolítás előtt mentsük el más néven a rajzunkat, file, mentés másként, legyen az új rajz neve vezetéknév keresztnév kezdőbetűi, alulvonás helyszínrajz. Ez a rajz ugyanis már a fél év végén beadandó helyszínrajznak a részét képezi. Ezt követően a kapcsoljuk be a fóliákat, és azokat a fóliákat, amelyeken lévő elemekre nincs szükségünk, azokat hagyjuk bekapcsolva, amire szükségünk van, azokat pedig kapcsoljuk ki. Tehát szükségünk lesz a továbbiakban a tengelyvonalra, a tengelysokszögre, a szintvonalakra, a semleges vonalra, a szelvényekre, szelvényszámokra. A részletpontoknak a pontjelére már nem lesz szükség. Kardinális pontok is maradhatnak. És így akkor megmaradt elemeket töröljük ki. Kapcsoljuk vissza a már kikapcsolt fóliákat, esetleg nincsenek-e rajta olyan elemek, amiket még törölni kellene, mert a szerkesztéshez használtuk. Nincs szükségünk ugye a szintvonalakra, viszont itt vannak szerkesztő vonalak még. Az eltolt helyzetű érintő, illetve a átmenetíves körív szerkesztéséhez használt segédvonal. Nincs szükségünk a burkolatszélek szerkesztéséhez, a semleges vonalra, illetve a tengelysokszögre. Ha ezzel megvagyunk, akkor a következő lépés az lesz, hogy a tengely vonalunkkal húzunk párhuzamost a tengelytől balra és jobbra egyaránt 3-3 autókedrajzi egységgel a 3 méteres burkolatszél, fél burkolatszél értékkel. Ugye teljes burkolatszélességünk az 6 méter. Párhuzamos 3 méter, egyik irány, másik irány, balra, jobbra. Balra, jobbra. Majd ezeket a párhuzamosokat jelöljük ki és tegyük át itt a szerkesztéshez a nulladik fóliára, amely nulladik fóliának a színét változtassuk meg, és legyen a fehér helyett zöld. Majd létrehozunk egy új fóliát a burkolatszélhez, amikor végleges rajzot készítjük. Ha ez megvan, akkor a következő lépés az, hogy itt a bal oldalon betöltöttük a
azt az Excel táblázatot, ami tartalmazza a szélesítés, kifuttatás számítását, tehát itt megtalálhatjuk a maximális szélesítésnek a nagyságát, az első ív ugye tiszta körív, ennek a maximális szélesítés értéke 0,7, tehát húzunk 0,7-tel párhuzamost. Ha ez megvan, akkor ezzel ugye megkaptuk a szélesített belső burkolat szél sugarát, hogyha kijelöljük, jobb klikket nyomunk, tulajdonságok ablakban meg is nézhetjük, hogy ez a sugár, ez 96 méter 30 centi, ez megegyezik az Excel táblázatban számolt értékkel. A következő lépés az, hogy berajzoljuk a kétszeres ugró belső ívet. Ehhez menjünk át akkor a megváltoztatott színű nulla fóliára, és a körrajzolással, méghozzá ennek az érintő-érintő sugár kapcsolójával, aminek a rövidítése egy E betű, jelöljük ki az érintőket, ez lesz akkor az íveleje előtt a szélesítés nélküli burkolatszél, illetve az íveleje után a már szélesített belső burkolatszél, és a körnek a sugara pedig ugye a 96 méter 30 centinek a duplája, 192,60. Ha ez megvan, akkor metszük ki azt a szakaszát, az előív szakaszát ennek a körnek. Metsző objektumoknak válasszuk ki, belenagyítva, válasszuk ki egyrészt a szélesített belső burkolat szélvonalát, másrészt a szélesítés nélküli egyenesben lévő burkolat szélvonalat, jobb klik vagy enter, és jelöljük ki a körívet. Így megkaptuk azt az előív darabot, amely tulajdonképpen átvezeti a szélesítés kifuttatást egyenesből, ahol nincs szélesítés, a körívbe, ahol a maximális szélesítés van. A metsz parancssal ennek a megkapott előív darabnak a segítségével metszük le a nem szükséges darabot, illetve mindjárt a szélesítetlen burkolat szél vonalát, amit most kijelöltem, ezen helyezzünk el egy töréspontot, tehát megtörés egy pontban. Mert majd ez ennek a színét megváltoztatjuk, méghozzá úgy, hogy ennek a színe ez legyen fehér. Másrészt pedig a vonaltípusa legyen szaggatott. Látható, hogy ez a szaggatott vonal mind a szelvények fólián lévő, viszonylag ritka. Meg tudjuk változtatni a vonaltípusnak a sűrűségét, úgymond, tehát sűrűbbre vehetjük a szaggatott vonalat, a vonaltípus léptékkel, a VLT vonaltípus léptékkel, amely most 1, azt írjuk át 0,5-re. Jó, így már arányosabb lesz a rajzunkhoz ez a vonaltípus. Ugyanezt a előív szerkesztést végezzük el a másik oldalon is, az ív vége oldalán. Érintő
egyik érintő, a másik érintő a egyenesben lévő burkolatszél, nem változtatjuk a körívnek a sugarát, marad a 192-60. Metsz parancs, és metszük ki a nem szükséges körívdarabot, majd a megkapott előívdarabbal, a metsz parancs segítségével metszük le a nem szükséges körívdarabot, és helyezzünk el a megtörés egy pontban parancsal, vagy eszközzel egy töréspontot, és a szélesítés nélküli burkolatszél vonalát, azt tegyük fehérre, illetve a vonal típusát pedig szaggatottra. Jó, ezzel a tiszta körívünknek a belső burkolatszél vonala így kialakult, bemutatva a szélesítés nélküli burkolatszél vonalát. Nézzük az átmeneti íves körívünket. Az átmeneti íves körívnél a kifuttatás, szélesítés kifuttatása az átmeneti ív mentén lineálisan történik. Az egyes átmeneti ív részletpontokban a szükséges szélesítés nagyságát már az Excel táblázat tartalmazza. Átkapcsolva a Excel táblában az átmeneti éves körívre, tulajdonképpen sorra vehetjük az egyes szelvényeket, és helyezhetünk el pontokat a szélesített belső burkolatszélnek megfelelően. Az első pontunk az AP2+7361, itt a szélesítés mértéke 0,38, belenagyítok, hozok párhuzamost 0,38-al, és helyezzünk is el egy pontot mindjárt a sugárirány és a most berajzolt párhuzamos meccéspontját, viszont ehhez célszerű a szelvények nevezetű fóliát áttenni a szaggatottról egy folyamatos vonalra. Ezt megtehetjük a fólia kezelővel, a szelvények fóliát a szaggatottról áttesszük folyamatosra. Helyezzük el akkor a pontunkat, PO pontrajzolás, megvan az első pontunk, töröljük is ki mindjárt a pont létrehozásához felhasznált párhuzamost, menjünk a következő szelvényre, ez a 2+82-61, 2-82-61, itt 0,77 a szélesítés mértéke, tehát párhuzamos 0,77-tel, pontrajzolás, kitöröljük a párhuzamos vonalat, jön a 2+91-61, 2+91-61, itt már 1,15 m a szélesítés mértéke, 1,15 m, pontrajzolás, és a legutolsó pontban a szélesítés nagysága az már a maximális szélesítés, hiszen az átmeneti ív végében vagyunk 1,50 m. Itt tehát húzunk párhuzamost a tiszta köríves szakasszal 1,50 m-nel, és ugye ide fog érkezni majd a pontokat összekötő, illetve a végpontot összekötő spline vonal. Visszavéve a nagyítást,
az átmeneti ív mentén történő szélesítés kifuttatáshoz a kifutóvonal is spline görbe lesz. A spline görbe helyes megszerkesztéséhez szükségünk van a legutolsó pontban az érintő irányára. Ehhez rajzoljunk egy vonalat az átmeneti vége szelvényben, a berajzolt párhuzamos végpontjától rá a szelvényezési irány, ugye az szelvény irányra, az ugye merőleges, és a forgat parancsal ezt a vonalat forgassuk el, mínusz 90 fokkal, megvan az érintőnk is, nincs más hátra, mint a spline görbe berajzolása. A görbe berajzolásához nézzük meg a tágyrasztert, végpont legyen, pont legyen, bekapcsolva meccéspont az nem kell most feltétlenül. Spline, SPL, spline rajzolás, és kezdjük el rajzolni az átmeneti eleje burkolat célpontjából. Az egyes létrehozott átmeneti ív pontokat ráállva, majd a legutolsó az átmeneti ív pontban lévő pontra kattintva, vagy ezt követően a megjelenő, itt alul megjelenő parancsorban a listából a B betűt választjuk, amivel a befejező érintőt tudjuk megadni. Jó, kijelölve a megkapott spline vonalat, ugye az első pontjára állva az érintő irányát is megadhatjuk, kezdő érintő irányát is megadhatjuk. Ez a létrehozott burkolat cél, egyenesben lévő burkolat cél darab végpontja. Tulajdonképpen nincs szükség a másik oldalon a megszerkesztésre, hiszen ezek a létrehozott, megrajzolt, szélesített belső burkolatszél vonal az letükrözhető az ív középre, mint szökfelező irányra merőleg irányra mindenféle különösebb probléma nélkül. A spline rajzoláshoz létrehozott pontok kitörölhetők, marad maga a szélesített belső burkolat célvonal, adjuk ki a tükröz parancsot, első pontja a tükrözési tengelynek, ugye az az ív középpont, másik pontja pedig az ív középhez mutató szögfelező irány, és nem kívánjuk törölni a tükrözendő objektumot. A másik oldalon is megkaptuk. A burkolatszélnek vonalát, nincs másra szükség most már, csak arra, hogy a szélesítetlen burkolatszél vonalát azt áttegyük fehér színre, illetve a vonal típusát pedig szaggatottra. Jó, így kialakult itt az átmeneti íves körívnél is. Egyrészt a szélesített belső burkolatszélvonal, másrészt pedig a szélesítetlen burkolatszélvonal a szaggatottal. A következő lépés az, hogy létrehoztuk ugye a patkafóliát,
illetve nem hoztuk még létre, hozzuk létre. Patka fólia legyen fehér színű. És a szélesített, de burkolatszélvonalakkal szélesített, illetve szélesítés nélkül a külső oldalon hozzunk párhuzamost egy autókedre az ijegységnél, annak megfelelően, hogy a egyenesben lévő mintakeresztszelvényben megfigyelhetően a patka szélességünk 1 méter, tehát az egy autókedre az ijegység lesz. Jó, és ezt tegyük át a patka fóliára, amit most hoztunk párhuzamost. Ez lesz akkor a patka, illetve koronaszél vonal, amelyen kívül már a kész helyszínrajzhoz csak az árokfenék vonala fog hiányozni a rajzunkról. Jó, és akkor létrehozott patka fóliára tegyük át. Illetve ugye a nulladik fólián van most a burkolatszél, ennek ehhez hozzunk létre egy új fóliát, méghozzá a BS néven, ami nyilván legyen zöld szintén. És itt most egyszerűen át tudjuk tenni, nem kell minden elemet kijelölni, mert ha csak a nulla és a BS fólia lesz bekapcsolva, legyen aktív a BS fólia, kapcsoljuk ki az összes többi fóliát. Jó, akkor ami a BS, ami a nulladik fólián van jelenleg, ez a patka fóliára kell, hogy kerüljön, az a vonaldarab. Jó, tehát ami most a nulladik fólián van, győződjünk meg róla, ez is és ez is, az átkerül a BS fóliára. Jó, próbáljuk ki, hogy a nulladik fóliát kikapcsoljuk, így rendben van. Visszakapcsolhatjuk a szükséges fóliákat. A semleges vonalra nincs szükség, a tengely vonalra viszont igen.
Jó, tulajdonképpen a végleges helyszínrajzhoz, ahogy említettem, az árokfenék vonalán kívül még szükség van arra, hogy itt a helyszínrajzon is bemutassuk az ív jellemzőit, az alfa középponti szöget, a sugárértéket és az ívhossz, mind a két esetben, mind a két ívnél. Ehhez a már elkészített hosszelvény pályavonalra van a vonal rajzot betöltve, erről az ívdiagramról kimásolhatók ezek a jellemző értékek. Ctrl és Shift együttes lenyomásá mellett a C gombot megütve alap másol, jelöljük ki a egyes elemeket, vigyük át a másik rajzba, jobb klik, Ctrl V, jó, ezeknek a jellemzőknek itt a helyszínrajzon a szögfelező irányára merőlegesnek kell lenniük, ehhez rajzoljunk az S25-ös fólia jött át a másik rajzról, erre rajzoljunk egy vonalat, a ív középpontból a középpontfogó segítségével az ív középig tartóan rajzoljunk egy vízszintes vonalat itt a szöveghez tartozóan, majd egy vonalat a szögfelezőre merőlegesen, és ezt a berajzolt merőleges vonalat toljuk el a berajzolt vízszintes és a szögfelező metszés pontjához. Ugyanezt tegyük meg a másik ívnél is. Ezt meghosszabbíthatjuk. Hozzuk közelebb az ív jellemzőket. Rajzoljuk be a vízszintest, majd a merőlegest, mozgat parancsal a metszéspontba mozgatjuk, majd a forgat parancssal jelöljük ki az ív jellemzőket, bázispontként adjuk meg a szögfelező és a berajzolt vonalak metszéspontját. R betűt ütünk, ugye referencia szöget fogunk először adni. Ez a referencia szög, ez nem más, mint az ortóval berajzolt vízszintes. A másik szög, az új szög pedig a szögfelezőre merőlegesen berajzolt vonal. Ugyanezt megtehetjük a tiszta körívnél is. Bázispont. Referencia, referencia szög, új szög. Jó, visszaállíthatjuk a vonaltípusokat. A szelvények fólia az
szaggatott volt, illetve beállíthatjuk már a tengely vonalnak a vonaltípusát is, amelyik egy pontvonal lesz, ehhez be kell tölteni a pontvonalat. Jó, és ezt át is alakítottuk pontvonallá. Látható itt a rajzon, hogy ez elég ritka lett, itt annak ellenére, hogy a vonal típus lépték 0,5. Nézzük meg, hogy a másik pontvonal az nem ad-e sűrűbbet, de sűrűbbet adott. Jó, tehát ez már így arányos a szaggatott vonallal nagyjából azonos léptékűnek tekinthető. Jó, ezzel végeredményben a leadandó helyszínrajzunknak a legfontosabb elemei megvannak, hiányoznak róla még az árokfenék vonala, illetve a keresztirányú vízelvezetést bemutató csőátteresztőnek a jele. Jó, ezt majd a vízelvezetés megtervezését követően tudjuk megrajzolni. Ezt a bemutatót akkor így befejeztem, és a következő lépés majd a keresztszelvények munkarészben a keresztszelvények megrajzolása lesz.